Sziasztok, Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, ez pedig itt a Kobo Mini, az egyik legújabb Kobo e-book olvasó, aminek az érdekessége, hogy a Mini nevéből is egy adódik kisebb kijelző mérete van, mint a hasonló társainak. Ez egy 5-szoros kijelzővel rendelkező eszköz, ami igazából, hogyha telefont nézzünk majd, hogy nem már-már megszokott, hiszen az 5-szó környéki készülékek azok igazán nagynak számítanak, és elég sok van már belőle. Azonban egy e-book readernél meglepő, hogy ez kicsinek számít. Olyannyira igazából, hogy a legtöbb e-ink kijelzős készülék az 6-szoros, ez 5. És ennek köszönhetően egészen kicsi végül is. Befér akár a nagydrág zsebbe, kabát zsebbe is. Tényleg egy abszolút kis hordozásra kitalált eszköz. Ugye 5-szoros e-ink kijelzője van, ahogy említettem is, körülöttek is keret alul egy Kobo feliratunk van. Szóval, hogyha megnézzük, micro USB található rajta, ezen keresztül tölthető, vagy láthatjuk el energiával, illetve az egyetlen gomb itt a tetején egy bekapcsoló gomb, mellette pedig egy újraindító gomb, illetve itt a hátlap, amik is tapis anyag, illetve kereszt irányzatú csíkok díszítik még, bár ez valószínűleg tényleg csak díszítés funkcionalitása nincsenek. Bekapcsolni igazából itt a bekapcsoló gomb eltolásával lehet, és itt rögtön meg is jelenik a menü. Maga a készülék az érintőképernyős, tehát nincsen, ezért sincsenek rajta több gombok. Van rajta több könyv is előre telepítve, mondjuk az egyik sem magyar pillanatnyilag. Láthatjátok, ez egy angol könyv. És egyszerűen egy érintéssel tudunk lapozni. Ami picit másabb ez az érintés, mint a telefonok esetén, de ez is egy kapacitív technológiára hajhoz. Tehát abszolút gyorsan, kényelmesen lapozható, és nem kell külön nyomni a készüléket hozzá. Hogyha valamin hosszabban rajta hagyjuk az ujjunkat, akkor az kijelölhető az a szó, és itt láthatjátok, hogy egyféle szótárként angolul különböző információt ad nekünk a készülék a szavakról. Mindjárt meg is próbálok egy másikat, és a 20-ről ugye számos infót ad, megnézzük esetleg egy névről mennyi infóval szolgálhat. Tehát látjátok, itt is igazából szótárként funkcionál csak. Érdekesség, még kereshetünk a könyvön belül. Itt a kijelölt szóra láthatjátok, hogy elég sok helyen szerepel ez a szó például. Emellett akár Facebookra is megoszthatnánk a tartalmat, azonban pillanatnyilag nincs a wifi bekapcsolva, nem csatlakozott wifi-re, így ez kiesett ez a funkció. És adhatunk egy kis jegyzetet is a készüléken az adott könyvhöz, szóhoz. Itt látható egészen kényelmesen gyorsan lehet ezzel az érintő kijelzővel is gépelni akár. Itt, hogy visszajöttünk ugye a főmenübe. Ha a jobb felső sarokban a menüt lenyitjuk, láthatjuk, be lehet kapcsolni a wifi-t. Azt is észrevehetjük, 49%-on van pillanatnyilag az akkumulátor, ami tényleg egészen sokáig jól bírja. Illetve, hogyha beállításban legyünk, itt még számos információt láthatunk. Ugye többek közt a wifi-t beállíthatjuk. Nyelvbeállítás. Azonban magyar nyelv az nincs a készülékben, tehát talán az angol-német, ami a legtestezállóbb lehet itt hazánkban. Illetve itt a szótárakat is láthattuk. Itt a kikapcsoláshoz adhatunk egy kis instrukciót, mikor kapcsoljon ki esetleg a készülék, mennyi idő után. Itt az olvasási
sebességről van egy kis beállítási lehetőségünk, illetve hogy jelenjenek meg az oldal tartalmai. Illetve viszont hogy van egy extra menüpontunk, vagy extras, extrák. Itt akár webböngészőt is indíthatunk, sudokut is, illetve egy rajzpadunk is van, amin hát az érintőképernyőt egy kicsit kihasználva lehet rajzolni is akár, de nem egyszerű igazából. Ez inkább csak egy plusz szolgáltatás, de nem nagyon fogjuk szerintem kihasználni. Ez volna tehát a Kobo Mini, az 5 szolos kis hordozható e-book olvasó. Ádám voltam, Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!